Szeretném összefoglalni ezt a több mint 5 éve tartó folyamatot, aminek a végén eljuthattunk oda, hogy jobban megismerjük Kudecz Lászlót. Az ázsiai közép-európai építészeti és kulturális kapcsolatok építését 2008-ban kezdtük, 2007-ben, mint a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke, ennek a szervezetnek az 1902-es alapértékeit újítottuk meg, és a nemzetközi kapcsolatokban vállalt korábbi szerepét felelevenítve, tovább gondolva 2008-ban létrehoztuk a V4-ek építészeti társulását. Ez az együttműködés azzal a céllal jött létre, hogy ápoljuk építészeti kultúránk egymás közötti társadalmi elismertségének szélesítését, a geopolitikai helyzetünkből adódó sajátosságainkat, nagy jelentőségű térségünk építészetének kölcsönös megismerését, a közös történelmi múlt megújítását, s hogy foglalkozzunk a műemléki és az építészeti stílusok kölcsönhatásával. Ezt a munkát a magyar építészek által 1946-ban szintén magyar kezdeményezésre megalapított építészek nemzetközi szövetsége keretében folytattuk az elmúlt 6 évben, ahol az elnökségi üléseken az ázsiai és közép-európai építészeti kultúra kapcsolatát mutattuk be. 2008-ban az akkori Hudec év keretében, emlékév keretében a kínai és a Shanghai Építész Szövetséggel történt kapcsolatfelvétel után a közép-európai építészetet, amely egyben Hudec László tudását és hátterét is jelentette, kiállítások formájában mutattuk be. Létrehoztuk a Hudec építészeti forrásai kiállítást és tudástárat, melyen jelentős szerepe volt Csedi Júliának és Csedi Virágnak és az általuk ápolt Hudec Heritage projektnek. Egy kiállítás sorozatot indítottunk el, és elkészítettük az Építészet 21. század című filmet, bemutatva a közép-európai magyar építészet és a magyar műegyetemi oktatásra épülő szecesszió, Bauhaus és organikus építészet világra szóló Hudec László művére is jellemző építészetet. A magyar műegyetemi oktatásra épülve és annak hátterét bemutatva. Ez a film később a Hagyomány és Innováció című anyaggal kibővített 2010-ben Pekingben, majd 2011-ben Tókióban is bemutatásra került. Így az építészeti háttér és tudás, amely Kínában és Ázsiában megvalósuló közép-európai építészetet jellemzi, Hudec László gyökereit is jelenti, és hátterét adta építészeti munkásságának, amelyet Shanghaiban több mint 70 épületben látható. Mindezt nagy hatással mutattuk be ki a kínai kiállításokon. A két világháború viharos eseményei számtalan esetben alkalmazkodásra késztették Hudecet, amely nem csak abban érhető tetten, ahogyan lenyűgözte munkáival a különböző nemzetiségű shanghai megrendelőket, de társadalmilag is magas elismertséget tudott kivívni. A világháború után ezt a tudást és tapasztalatot hasznosította előadásaiban és olyan tudományos munkáiban, mint a vatikáni kutatások. Hogy mindez közismerté válhasson, 2009-ben két könyv kiadását készítettük elő, amely a Hudec család dokumentumai alapján olasz-magyar, illetve kínai-magyar kapcsolataik révén, mármint ugye a család kapcsolataik révén jött létre, egyrészt Luca Concellini és Csejdi Júlia könyvében, másrészt Dekeer kínai fotoművész és Jánosi Péter alkotásában. Mint látjuk, ez a sor tovább folytatódott a szlovákiai Hudec Alapítvány által kiadott 3 nyelvű könyvvel, a Besztercebányi Kubicska Klára művészettörténész vezetésével, illetve a kínai-magyar együttműködésben létrejött úti könyvvel, melyről ma is hallottunk, és melynek létrejöttében a két fiatal magyar építészhölgy is közreműködött. Akiket igencsak megérintett egyébként Hudec László alkotó egyénisége. 2010-ben a magyar miniszterelnök kínai látogatás előtt nagyszabású konferencia valósulhatott meg a shanghai Hudec által tervezett parkhotelben. A kínai és a shanghai építész szövetséggel közösen vállaltuk a Hudec építészetének gondozását, erről megállapodást kötöttünk, és közös kiállítások létrehozását kezdeményeztük. Majd Orbán Viktor miniszterelnök úr megállapodott a shanghai polgármesterrel és a városvezetéssel, hogy Hudec László egykori lakóházában egy emlékhely jöjjön létre, amelyben Magyarország is közreműködik. A shanghai könyvbemutató majd azt követően szeptemberben a Shanghai Építész Szövetség budapesti látogatása kellő hátteret adott, hogy ennek a feladatnak nekivágjunk.
Nehézséget jelentettek a tulajdoni problémák, hiszen az épület egy magántulajdonoshoz került hosszú távra, így a tárgyalásokat vele kellett folytatnunk. 2011-ben a Tavaszi Építészeti Fesztivál keretében Budapesten a leghíresebb kínai építés Tzu Kai és a Befektetőasszony Társasága látogatásával bemutattuk számukra azt az építészeti környezeti értéket, melyel a Magyarország és Közép-Európa rendelkezik, s mely Hudec László hátterét adja, s jelentősen előrevette mindez a megállapodásokat. Az emlékház építészeti arculatának kialakítását magyar építészirodák is több a tervházlattal támogatták, melyhez Jánosi Péter Hudecokon is építész hozzájárult vázlataival, archív anyagaival és tematikus ötleteivel. Végül a rendkívül nehéz egyeztetéseket és kommunikációt Csáközi Csaba építész kolléga vállalta fel. A Tokiói Építészeti Kongresszus és a Visegrádi országok és az ázsiai építészeti kapcsolatok építése a zene és építészet programjával folytatódott. 2011. októberében Pekingben egy nagyszabású építészeti kiállításra hívták meg a magyar építészeket. Ennek keretében Sanghajban került sor a három, illetve négy oldalú szerződés aláírására a Hudec háza vonatkozó felújítással és jövőbeli programokkal kapcsolatosan. Ki kell emelnem itt, hogy ebben a kommunikációban nagyon jelentős támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint Szőcs Géza kormánybiztos úrtól, illetve 2012. januárjában a Stein év és a tavaszi fesztivál keretében az Országgyűlés Hivatalának támogatásával is itt a parlamentben is beszámolhatunk a biztató eredményekről. De mi az a plusz, ami Hudec László munkássága nyújt országaink közötti társadalmi gazdasági kapcsolatok, az országaink közötti társadalmi és gazdasági kapcsolatokban, kérdezhetjük. Csupán egy tiszteletre méltó életmű? Az egyre erősödő kapcsolatok tükrében az egymás közötti bizalom az, amit ő jelent korunkban, és aki ismeri Kínát, azt tudja, ez nem kevés hagyaték. Így a kínai partnerekkel gyorsan és folyamatosan épülnek a kapcsolatok, amelyek újabb lehetőségeket vetnek fel, és egy ilyen tárgyaláson derült ki, hogy például Robert Kappa, a magyar fotográfus képei alapján állították helyre Taicang császárvárosát Shandong tartományban. Egyre konkrétabb a kapcsolat a Tongji Egyetemmel, ahol több kiállítás is létrejött, és szakrális épületek tervezése kapcsán felkérés is történt a magyar irodák felé. Ezzel segíteni tudtunk ezekben a válságos időkben több magyar irodát, hogy Kína másik legnagyobb olajtermelő vidékén, Dongying városában, Shandong tartományban tervezhessenek, mivel a város polgármestere látogatása során beleszeretett Budapestbe. Ezekhez a kapcsolatokhoz jelentős segítséget kaptunk Wu Fang Magyarországon élő kínai magyar kulturális tanácsadó kisasszonytól. Mára jelentős kötelékek épültek ki Hajba Tamás korábbi shanghai, mai chongqingi főkonzul révén, és együttműködés jött létre a chongqingi ipari és folyóparti fejlesztések kapcsán, közös városfejlesztési kutatások körvonalazódnak. Emellett a termálvízre épülő lehetőségek kapcsán további együttműködések merülnek fel, melyek továbbviteléhez megfelelő forrásokra, keretekre van szükség. Magyar irodák dolgoznak borászatok létrehozásában, illetve Shenzhenben múzeum és multifunkciális színház kialakításában. Shangzhi tartományban közös francia-magyar válaszfejlesztési tervek készültek. A legfontosabb körvonalazó együttműködés egy magyar kultúrpark lehet, illetve a chongqingi Dadokuo ipari terület rendezése. Mindezen munkák és tervek megvalósítására és folytatásához formát kell találni. A korábbiakban felvázolt folyamatok hatása a Sanghaji Hudec Emlékház, a kínai-magyar kapcsolatok közép-európai első bázisa után mára létrejött a Pekingi Magyar Intézet, amely jelentős áttörést jelentett a kínai-magyar kapcsolatokban. Ezeket az együttműködéseket tovább kell építeni, melyre lehetőséget ad a Sanghaji Hudec Ház megállapodása, mely megfelelő programmal tölthető meg, kereteinek és kommunikációjának továbbfejlesztése mellett. Az országaink között 65 éve felvett diplomáciai kapcsolatok is felértékelik a mai ülés jelentőségét, és a 120. évforduló mellett kiemelik az eseményt.
Az elmúlt évek szerencsésen összehangolt építészeti kultúrdiplomáciáját vezetve már kialakult az a bizalmi kapcsolat országaink között, amely alapot ad a térségek közötti további fejlesztésekre, így a világ jelenlegi legnagyobb építészeti egységével, az Árkázsiával való együttműködésre, a magyar kultúra ázsiai ápolására. Ehhez a munkához együttműködés szükséges, közös termálfejlesztések kapcsán a magyar víztisztító, balneológiai tudás, a műemléki rekonstrukciók, a szakrális épületek és a fenntartható városfejlesztés vonatkozásában létrehozott kutatófejlesztő cégekkel. Országaink között gazdasági és fizikai méretek jelentősen különbözőek, de a közös történelmi múlt, a közép-európai térség gazdag építészeti környezeti kultúrája, a szellemi potenciál, amelyben térségünk mindig is erős volt, lehetőségeket rejt magában, melynek kibontakoztatásához kulturális és gazdasági döntéshozók támogatása is szükséges. Tisztelt ünnepi emlékülés, ezúton szeretném megköszönni mindenek előtt a magyar parlamentnek, hogy helyet adott ebben a gyönyörű környezetben, és az éppen megújuló épületben ennek a szimbolikus jelentőségű eseménynek. Dr. Kövér László házelnök úrnak és Szőcs Géza miniszteri biztos úrnak, a kínai népköztársaság nagykövetségének, a visegrádi országú diplomáciájának, Fröhlich Gergely helyettes államtitkár úr támogatásának, Szaló Péter úrnak, az anyagi és a szellemi támogatását. Hajba Tamás és Nagy Judit korábbi shanghai főkonzulnak és a konzulátus szakdiplomátájának, Kuti László korábbi és Mitpál jelenlegi főkonzulnak, Révész Ágota kulturális szakdiplomátának, a Nemzeti Kulturális Alapnak és a Magyar Művészeti Akadémiának, valamint a Visegrád Építészeti Társulás alapító elnökeinek, Oleg Hammannak, Jirzsi Grohuszkinak, Stefán Slaktán uraknak, titkárának, Bacsai Juditnak, Martin Drahovsky kassai építésznek, az ÜIA egykori elnökének, Wu Fangnak, a Hudec program kulturális tanácsadójának, a Hudec család leszármazottainak és munkatársainak, Csontos János író publicista és filmkurátornak, Novák Lajos producernek és operatőr barátomnak, Csanádi Pál főszerkesztőnek, a Közép-Európai Építészkongresszus szervezőjének, Klára Kubicskovának, Istenes Józsefnek, valamint Siegfried Kató Lukács Bokránka és Szántai Zsófia építésznek, kolléganőmnek az együttműködő munkáért, és még meg annyi kínai partnert, a Kínai Építészszövetség elnökét, a Shanghai Építészszövetség elnökét, Cao Qiaming, Zhang Songshua urat említhetném, és a Tongyi Egyetem több professzorát. Javaslom, hogy ezt a munkát folytassuk a megfelelő kulturális és nemzetgazdasági támogatással, hogy a 21. században is létrejöhessenek Hudec László munkásságához méltó közös építészeti alkotások. Köszönöm szépen!